Kéz Zoltán független parlamenti képviselő, tehát a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit szól ehhez a verzióhoz, hogy elkezdődött az ellenzéken belül egy egyeztetés a baloldali államfőjelöltről? Hallott esetleg ön már bármi konkrétumot ezzel kapcsolatban? Konkrétumot nem, és az előbb egy másfél percre azért hallottam itt Molnár Gyulától, ahogyan is. Jó. Viszont azt is beszéltünk már Molnár Gyulával, arról nyilván hallott, hogy hát október 23-án sem sikerül az ellenzéknek olyan egységet felmutatni, mint amiről mondjuk október 2-a környékén még szó volt. Ön eldöntötte már, hogy a Blahára megy ünnepelni, vagy fütyülni a Kossuth térre? Természetesen, hát én hagyományosan Veszprémben fogok részt venni az ottani városi ünnepségen, ott fogok koszorúzni, és az a helyzet, hogy pillanatnyilag sokkal... Elegáns megoldást nem kellett választani. Hagyományi Veszprémnek vagyok az országgyűlési képviselője természetesen, kötelességem ott lenni a városi ünnepségen, és nagyon szívesen is veszek részt rajta, és sokkal fontosabb dolgok foglalkoztatnak most az annál, hogy ki, hol és merre ünnepel vagy tüntet. Én úgy gondolom, hogy ha visszanézzük, mondjuk 60 évvel ezelőtt 1956-ban, akkor egy bátor magyar nemzet szembeszállt az erős szovjet diktatúrával vagy birodalommal szemben. Most már mit látunk 60 évvel később? Egy gyenge Oroszország Putyin pincsit csinált a magyar miniszterelnök, és ez a szégyen, és ezt kell megnézni, hogy erre, hogy hát igen, és az ellenzéki szimpatizánsok pont emiatt az 56-os apropó miatt gondolják azt, hogy egy közös tüntetés, ez egy szép szimbóluma lehetne annak, hogy az ellenzék itt akkor most elkezd egységesen fellépni. Igen, amikor ilyen egységről, meg összefogásról, meg sok mindenről beszélünk, amit már hallunk az elmúlt, nem is tudom, pár hónapban, hogy legyen 2018-ban, akkor azt gondolom, meg úgy vélem, hogy azért van egyfajta politikai, morális válság ma Magyarországon. Ez szakmai válság, ez hitelességi válság, és egy olyan válság, amikor azt látjuk, hogy nincsenek meg azok az emberek, azok az erős emberek, a 106 jelölt, akik mögé most be tudnának állni a politikai pártok. Nem feltétlenül összefogásról kell beszélni, hanem erős jelöltekről, bátor jelöltekről, akik hajlandóak politizálni. Ha találunk ilyen embereket, akkor mögéjük fognak állni a pártok. Tehát ez egy 22-es csapdája, nem? Mert hogy amíg nincsenek erős ellenzéki pártok, amelyek erőt tudnak mutatni a Fidesszel szemben, addig lehet, hogy a jelöltek sem mernek annyira a nyilvánosság elé lépni, mert nincs mögöttük egy háttér. Ez is legitim kérdés lehet, de úgy gondolom, hogy ha helyben erősek tudunk lenni, ha helyben fel tudjuk mutatni azt, hogy le akarjuk győzni a Fideszt, akkor igenis sikeresek lehetünk. És én nem akarom bírálni az ellenzéket, nem is dolgom, hiszen az én ellenségem, úgymond a ellenfelem az nem az ellenzék, hanem a Fidesz. Én a kétharmad lebontása után azon szeretnék dolgozni, hogy a maradék orbáni rendszert is lebontjuk. Ehhez kellenek ezek a hiteles jelöltek, akik szakmailag is, hitelességben is megfelelnek ott helyben. Helyben kell erősen dolgozni, én dolgozom helyben Veszprémben, és várom azt, hogy mások is ezt tegyék a 105 másik körzetben. De ez a helyi munka, aminek nyilván egyébként nagyon sok nehézsége van, mert hogy nincs olyan infrastruktúrális háttér az ellenzék mögött, főleg egy független képviselő mögött nincs olyan anyagi háttér, ez mennyire látszik akkor, amikor mondjuk az elmúlt napokban megint attól hangos a sajtó, hogy szóltak be Gyurcsány Ferencre, vagy mondjuk, hogy Vágó István Facebook oldalán hogy esett egymásnak Gréci Zsolt vagy Juhász Péter, nyilván ön is hallott róla, hogy az október 23-ára való fütyülés szervezés miatt Gréci Zsolt azt írta, idézem, az a baj, hogy hülyének néz mindenkit, már hogy Juhász Péter, először nemet mondanak a közös október 23-ára, aztán elé majd rászerveznek, mintha Orbán rendelte volna. Igen, én is olvastam a bejegyzéseket Vágó Istvánnak az oldalán, és hát ugye jövőre lesz 150 éves a kiegyezés. Én úgy gondolom, hogy egy kiegyezésre van szükség, nem csak a politikusok, a pártok, hanem a pártok és az emberek között is. Egy olyan folyamatra, amely elvisz minket odáig, hogy alulról építkezve, egy hidat képezve, betemessük már azokat a lövészárkokat, amiket 2002 óta látunk, amikben családok, baráti társaságok szakadtak szét. De és ehhez az nem kell, is bal és jobb közötti lövészárok most, ehhez hanem... az kell, hogy beszélgessenek az emberek egymással, ehhez az kell, hogy legalább a minimumban megállapodjanak. Ehhez, amit mondtam az előbb is, hitelességgel, olyan emberek kellenek, akikre odafigyelnek a választópolgárok. Hát ez jól hangzik, de mondjuk tényleg, amikor ilyen ügyekben, ilyen vérre menő Facebook csaták mennek, ami hát valahol banális, valahol meg szörnyű, akkor ettől nagyon távol állunk, nem? Egyelőre igen, de van még 17 hónapunk, hogy alulról építkezve felépítsük azt, amivel amikor arról beszél, hogy építkezés és helyi szervezés, akkor konkrétan mit csinál
Ez hogy néz ki? Húha, hát erről nagyon sokáig tudnék beszélni, de itt az én választókerületemben szerencsére elég sokat dolgozunk, és nagyon sok olyan ember van, legyenek azok polgármesterek, vagy helyi választópolgárok, civil szervezetek, akinek rendezvényein veszek részt, felszólalok, beszélgetek, járom az utcákat, és beszélgetek emberekkel. Felmérjük azt, hogy valójában mire van szükségük az embereknek, hiszen ez a fontos, nem feltétlenül mindig az, ami akár a parlamentben, vagy akár a médiában elhangzik. Itt megjelennek jobboldali polgármesterek is? Ez is egy érdekes történet. Természetesen megjelennek, és ugye az én 25 városomban azt mondom, hogy többségben vannak a független polgármesterek, de én nem a jobb meg a bal oldalban hiszek. Én abban hiszek, hogy ha helyi szinten föl lehet mutatni egy-egy ügyet, amiben lehet közösen dolgozni. Nagyon jó példa az egyik polgármester például, aki éppen minap mondta nekem, hogy ő nem rám szavazott, de tudja azt, hogy most közösen kell dolgozni, és együtt kell tenni azért, hogy ez a körzet ez jól szerepeljen, jól működjön, és ezért hajlandó velem váltva dolgozni. Mennyire tud bármit is elérni ennek a 25 városnak? Mert hogy nyilván független képviselőként, viszont a kétharmad lebontójaként, hát ezzel nem áll nyilván túl jól a kormány szemében. Helyben kell erősnek lenni, és helyben kell olyan ügyeket megtalálni és felmutatni, amellyel azt lehet mutatni, hogy az ember kompetens. Nekünk is van egy Voldemort ügyünk éppen Veszprémben, a helyi alpolgármester ellen történt feljelentés. Ebben az ügyben volt már több cikk is a sajtóban, országos sajtóban is, rendőrségi feljelentés is történt. Ebben megyünk előre, megpróbáljuk meg helyben megszólítani a Fideszt, és megnézni azt, hogy lehet helyben legyőzni azt a kormánypártot, azt a pártaparátust, ami most már emlékeztet minket arra, ami az 50-es évek volt, egy bolsevista pártaparátus. Hogy látja, hogy ugye a kvóta népszavazás kampányában többször elhangzott, hogy a Fideszben tesztelik most azt, hogy a körzetekben mennyire tudnak mozgósítani a fideszes pártemberek, a fideszes helyi elnökök, és ebben lesz retorzió, egyrészt személyükben, másrészt meg, hogy esetleg nem jut oda annyi pénz, vagy annyi lehetőség a központi büdzséből. Van erre utalójel? Hát ez a Fidesznek a belső ügye, biztos, hogy van erre utalójel, nekem nincs erre látása. De nem panaszkodnak erre mondjuk a körzetében? Arra panaszkodnak esetleg polgármesterek, hogy úgymond be kell feküdni a Fidesznek, feküdjenek be a Fidesznek, játsszák el azt, hogy ők most a Fideszért vannak, és akkor a nap végén úgy is tudjuk, hogy valójában hogyan merre. De ezt kell tanácsolni ma? Nézze, egy olyan világot élünk. Hogy csináljanak úgy, mintha, és akkor túlélik a nap hétköznapokat? Ezt nem én mondtam, ezt egy polgármester mondta körzetemben, de egy ilyen világot élünk. A helyi pártitkárnak a döntésében van az, hogy mi jelenik meg a helyi sajtóban. Ilyen világban vagyunk. Hát, és akkor kilátogatott egy másik világba a Prágai Fórum 2000 konferenciára, ahol hát igen nagy nevekkel együtt kerekasztal résztvevő volt. Ugye ez egy 96-ra visszanyúló konferencia, amit tényleg nagyon nagy nevű résztvevőkkel az élet különböző területéről és a világ különböző szegleteiből összegyűlő résztvevőkkel rendeznek meg, és hát magyarra fordítva bátorság vállalni a felelősséget, ez volt a hívószava az idei konferenciának, és a demokrácia helyzetéről volt szó sok minden más mellett. Milyen volt Magyarországról érkezni? Hát nekem felemelő érzés volt, nem az, hogy Magyarországról érkezni, hanem az, hogy egyáltalán meghívtak egy ilyen konferenciára. Ugye, ahogy ön is említette, tudni kell, hogy ezt 20 évvel ezelőtt Václav Havel és Elie Wiesel hozta létre ezt a konferenciát, és azóta az elmúlt 20 évben olyan jeles fellépők, szereplők voltak ott, mint akár a Clinton házaspár, vagy Henry Kissinger, vagy a múlt évben Roger Scruton, a konzervatív brit filozófus. De hát az idei év meg számomra egy óriási élmény volt olyan szempontból, hogy tegnap például találkozhattam a Dalai Lámával, kezet fogtunk, egy pár szót váltottunk egymással, de ugyanúgy óriási élmény volt találkozni Garry Kasparovval, aki nekem egy nagyon nagy példaképpen, vele is pillanatok alatt közös hullámhosszra kerültünk, és ő sajnálkozva jegyezte meg, hogy látja azt, hogy bár Putyint még nem érte el Magyarország, de már nagyon Erdogánnak a nyomaiba vagyunk, és ő ezt nem szeretné látni, hogy egy EU tagországban, egy NATO tagországban ilyen dolgok fordulnak elő. És ahogy ő mondta, ő úgy látja, hogy
Orbán Viktor Putyinnak a trollja az Európai Unióban, és ezt kell megakadályozni, hogy az Európai Unióban egy ilyen troll mondjuk a nagyobb szerepet vállalhasson. Ezt így egy rövid beszélgetésben ennyire világosan tett? Ó, nagyon, igen, igen, nagyon, hát vele nem röviden, vele egy kicsit hosszabban sikerült beszélgetnem, és hát nagyon sok más emberrel is beszéltem, és sajnos Magyarországnak a megítése nem a legpozitívabb, és amit mondtam az előbb is, ez szörnyű volt hallani, hogy egy lapon említettek minket, akár Törökországgal, akár Oroszországgal, de hát ezen a konferencián nem volt éppen hívó szó az illiberális demokrácia, sőt, pont ennek az ellenkezőjéről, ennek az arról volt szó, hogy ezt hogy lehetne visszaszorítani. A minket alatt megkülönböztette bárki a magyar társadalmat és a magyar kormányt? Ez egy nagyon jó kérdés, és ez volt még egy pont, ami felmerült Kasparovval való beszélgetésemben, hiszen ő is azt mondta végig, hogy itt nem arról van szó, hogy mi oroszok vagyunk a rosszak, hanem Vlagyimir Putyin. És én is ezt hangsúlyozom mindig. Nem mi magyarok, a magyar társadalom, a magyar emberek azok, akiket el kell ítélni, hanem látni kell, hogy van egy olyan ember az ország élén, van egy olyan párt az ország élén, aki sajnos már visszavisz minket az 50-es évekbe, és visszavisz minket egy olyan időszakba, amely ellen harcoltak például 56-ban a mi nagyszüleink. Hát igen, de ezt a pártot a magyar emberek szavazták meg másodszor is 2014-ben újra kétharmados többséggel. És bízunk benne, hogy ezt a pártot majd 2018-ban újra a magyar emberek majd le fogják szavazni. Én ebben nagyon pozitív vagyok, hogyha ez az alulról építkezés sikerülni fog. És hát amit a Dalai Láma mondott tegnap, nekem ez egy nagyon fontos üzenet volt, hogy beszélgetni kell egymással, beszélgetni kell azokkal az emberekkel, akik nem voltak aktívak eddig a politikában, beszélgetni kell azokkal az emberekkel, akik eddig zárva tartották az ajtaikat és az ablakaikat. Egyfajta hidat kell létesíteni a politikusok és az emberek között, és meg kell azokat szólítani, akik most jelenleg nem tudnak kire választani, hogy kire szavazni. És hogyha beszélget velük egyre többet, akkor kevésbé fognak félni a retorzióktól? Helyben az egzisztenciális kiszolgáltatottságtól? Hát nézzük meg, mi történt Veszprémben 2015. február 22-én. Akkor is elmentek, és úgy szavaztak, hogy a kétharmadot ledöntöttük. Jó. Hát akkor mi erről beszélgettünk most, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. A Népszabadságról fogunk pedig most majd beszélgetni egy reklám után Kelen Károllyal.